Hello, 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 sziasztok! Hello. Indulunk ismét vonalat bejárni, itt vagyunk Rákosfalvánál. Most várjuk a hívet, aztán meg irány a keleti. És onnan megyünk majd az Egri gyorsan Füzesabonyig. Aztán meg majd onnan valami éppen jön ohat puszta kócsik. Itt van az autókereskedés ültelje, amelyik múlt hét szombaton ilyenkor még megvolt. De bár aznap estére eltűnt. Azóta már, mintha így se lett volna. De a körvasúton megy valami ablakos. Most szerintem ez a takarított hamburgi vagy valami. Valami olyasmi. Ez az ablakos volt, csak látod ezért utasok nélkül meg. A Vátori meg a izének, a Hungáriának a szerelvénye, az szokott. Hát valami olyasmi lehet. Átállítani, takarítani a keretébe. Világítás nem működött, ezt a szerelvénymenetbe jön. Előbb-utóbb jön a hív is, de Még túladai fénysodompó most váltott át pirosra, az Egyenes utcánál. Úgyhogy mindjárt ez is átfog. Nem mindegy, akkor megyünk a keletibe ezzel, te. Ezzel bemegyünk az Őrsig, onnan meg metró. És akkor üdvénnel Füzesabonyból, és megyünk tovább volt Pusztakós fele, csörgős ingával. Sikerült elérni a vonatot, néhány perc múlva is indulunk. És ezek az ülések, hogy műből ülés, az ülés ilyen BZ-hez hasonló, ja. Meg itt. Hát ezek a... És az érdekes vegyes felvágott ilyet azért nem mindig látni. Ilyet még én sem láttam, úgyhogy... Ja. Viszont a klasszikus csörgős inkább legalább sikerült kifogni. Olyat viszont láttam már, hogy full BZ-húzatos volt az egész ülés a BMW kocsiban, de ilyet, hogy műből ülés, meg BZ-húzati vegyes vágottat még nem. És még így jártunk a legjobban, és mondom, hogy, ja. Hogy mi vett a számításba, Putyin, Dezíró, vagy BZ, vagy csörgős inga. Most a csörgős ingával jártunk a legjobban. Ja. Úgyhogy ezzel még egy jó óta körülbelül sokat pusztakócson vagyunk. Akinél van mellény. Megérkeztünk Ohat Pusztakócsra. Akinél van mellény, mellény fel. Ja. Két vágányon itt vannak a selejtsorok. És akkor megnézegetjük, hogy mi a helyzet errefele. Hát úgy is el kell mennünk a Dökskor mellett, hogyha ki akarunk menni a nyílt vonalra. Na. Úgyhogy erről majd még fogok jelentkezni. Na, Ohat Pusztakócs és a Dökskor. Két vágány teljesen tele van a leselejtezett kocsikkal. És meg rengeteg betonaljat, meg sínt, meg egyebeket itt felhalmoztak. De hát ez rengeteg, tehát ezt beépítik alapban, csak itt tárolják. Ezt szerintem ott, hogy Balmazújvárosig teljes átépítés lesz két vágányúra, ott a BMW gyár miatt. Szerintem onnan hozták ide. Hát igen, mert ezek használtak. Azért mondom, szerintem onnan hozták ide a Balmazújvárosi. Részről tudod, hogy ott teljes átépítés van. Hát de akár be is építették a szarabb szakaszokra ezeket. Hát amúgy a szarabb szakaszokra igen. Na, és akkor 117-es vonalon vagyunk. 117-es vonalon. Már rögtön itt az elágazásnál találtunk egy kökénybokrot, amit meg is kóstolunk. Na hajrá. Na közben megmutatom, hogy merre jártunk, hogy itt ágazik jó Ohat Pusztakóstól a 117-es. És egy olyan 10 km-re van Tiszacsege. Szerintünk is kökényt. Most megfejbe vágunk ilyen hülye fejeket, hogyha savanyú lesz. Már pedig lehet, hogy savanyú lesz. Bezső. Na jó, van, oké. Már jól kezdődik a bejárás. Jól kezdődik, igen. Főleg, hogy csupakosz a lencse. Már megint, de nem tudom, mitől koszolódott így össze. A számot is összehúzta, úgyhogy. Menj most el a videó? Megy, igen. Na, akkor. Sokkal tisztább a lencse. Na, akkor találtunk kökénybokrot.
meg egy kóstoljuk, de szerintem kurva savanyú lesz. Úgyhogy szerintem a fejemre kíváncsiak lesztek. Megkóstoljuk. Fú, az meg ez geci savanyú, mint amire számította. Úgyhogy szerintem menjünk is tovább. Na jöjjünk, arrafele van tovább tisztasege. Darabig még ne legyünk, legalább egy hónapig. És itt van az alakjelző ohat puszta kócs fele. Ja. Szabályos, ugye megálljálásban. Gyakorlatilag az első ív a vonalba, és akkor haladunk tovább. Jöttünk körülbelül egy kilométert. Ja nem, csak 900 métert, ott van a 9-es szelvénykő. Hát itt van az első átjáró, betonaljakból kirakva, és most megyünk egy erdei szakaszra, ahol kicsit gaszosabb rész következik, de még ez se tűnik el nagyon vészesnek. Na. 21-es szelvény, na és itt van az első, komolyabban az űrszelvényben az van, de igazából csak a fák nőttek be, tehát ezt még... A gajokat az simán le lehet. Hát csak le kell gajazni egy metszőollóval. A román módra a vonattal. Hát még az is, hát ezen egy bézdél simán nem lenne, csak kicsit összekarcolná a kasznit. Hát az UDJ végig tudott menni rajta, akkor a bézé is úgy. Ezen végig megy. 84-esen is voltak ilyen szakaszok, még a Nohabbal is végig mentük, úgyhogy... Úgyhogy azért belógott egyszer-kétszer az űrszelvény. Na hát itt van egy kis süllyedés, itt a 24-es szelvény után vagyunk. Itt az, hogy mindjárt hát nem most jön az erdős rész, igen. Na, hát itt van az első komolyabb pálya, hiba ez egy süllyedés. Hullámbasszú tágész. Hát gyalogosan ez még simán járható, meg szerintem ez még bézével is. Csak hát itt ilyen gyökkettővel kéne menni. De ha nyomtál bővülés nem, akkor ezen még elmegy. Aha, hát ez már az igazi süllyedés. Na itt van, ja. A sínszál meg a betonalj között. Sínszál lóg a levegőbe. Itt. Én nézek ott a betonaljakat. Ja, és na igen, ott még a sincsavar is ott van. Hát ez azért szép, itt a másiknál meg ott lóg a levegőbe. Hát ennyi, hát ez megsüllyedt. Hát ez elég rendesen, de mondtam is, hogy ott korábban látszódott. Aha, itt van. Még van süllyedve. És itt van még egy átjáró, ami nem vezet sehová. Mert ott van egy adás kereszt ott a gazba, de még úgy sincsen egyik oldal se. Nincs érdekes, na, hogy itt se járt már sebbi, vagy 10 éve legalább. Még közúton se, nem vagy vasúton. Na itt vagyunk akkor a 44-es szelvényben, és itt volt egy megszűnt megálló, ezt úgy hívták Nagymajor. És eddig mikor szűnt meg? 1980-as években körülbelül? Nem, ez élt. Ez élt? 2009. Igen, ez még a bezáráskor is ez ment? Ez működött, igen. És ahhoz képest nem sok minden maradt belőle, mert ugye fedont azt nem látok, de viszont ott van egy fénysodompós átjáló. Egy vas volt a végén. Az arra ott a peronnak a maradványa. Bazd meg, és tényleg. Busz megállószerű kanit a végén. Ez a nyissuk bárki a szemünket, és vegyük észre azt, ami nyilvánvaló című leszkénket hallották, de itt van a fedon. És itt volt az első megálló. Tényleg ez amikor csak nézel, de nem látsz kategória, hogy tényleg itt van és nem vettem észre. Na ilyen is ritkán történik. Na. És hát itt volt az esőbe álló, aminek már csak a hűlt helyen van meg, viszont van ott egy pad. Még aminek a beton része megvan, a fa része már nincs. Az ülőkéjét azt már ellopták. Figyelj már, milyen ételben, hogy nincsen étlap? Meg itt van a térvilágító, oszlopnak a póznája, ami szintén. Már semmi. Hát lámpa már nincs rajta. Nézzétek, aj, és akkor itt van keresztbe. Egy igazi vasbeton keresztaj. Keresztaj. Y. És egyébként erről jöttünk. Y-aj. Nem? Y-aj. A széle még ott van, ez el van törve. Igen. És akkor kivetemedett erre. Igen. Ez... Az ótra megoldás, kiveszünk bőle csomagot és odot is. És arra fele megyünk tovább, tisztasege fele. Már csak 3 kilométer. Na nézzük, 78-as szelvény, átjáró is. Eddig egész jó állapotok voltak, aztán nézzetek el arra, onnan lesz majd azért a gazdosabb, igen. Hú, bassza meg. Hát az utolsó 2 kilométer körülbelül. Eddig egész jól jöttünk, majdnem 8 kilométert. Hát innen most már azért megyünk a gazba. Na. 80-as szelvény után megérkeztünk az első gazos részhez. Nem, hogy folyás ilyen szar. Itt látjuk a temető mellett. Folyás is ugyanilyen szar. Szerintem eddig volt legyomítózva a pálya, és akkor és innentől meg úgy látszik, hogy már nem. Úgyhogy itt már azért van egy ember magasságú gaz.
És akkor közben befutottunk Tiszacsegélyre, és itt van ez a kiállított BZ pótkocsi. Hát nem a vasút állomásról van, ahogy tudtam, hanem itt mellette, egy autómosó mellett, de itt van. És egyébként arrafele vannak a vágányok, ott az autómosón túl. És hát itt van a BZ pótkocsi. Hát a pályaszámokat, meg az azonosítókat eltüntették róla, viszont ugye újra van mázolva, de eredeti szintelben. Megnézzük a másik oldalát is. Hát itt van a másik oldala. BZ pótkocsinak. Állítólag étkező lesz belőle. Azért lakták ide, de hát ezt meglátjuk. Hát lehet, hogy hát igen, valószínűleg görkocsma lesz majd egyszer. Hát reméljük úgy lesz. Na akkor figyeljetek. És hát akkor megérkeztünk Tiszacsegélyre. Mi itt vagyunk, hát várjuk a buszt. Rából a vonalbejárás, hát most eddig tartott, mert közben itt összefutottunk társasággal, és utána egy... A vonalbejárásból lényegében csináltunk egy barátrészt. Hát elcserélhet, hát igen, a vonalbejárás átment kocspázásba. Ilyen sem volt még a vonalbejárásaim történetében, hogy ennyire. Elragadtunk egy kajádába és egy kocsmába, és akkor ott 10 km után itt vége van, és most már nem tudunk tovább menni, mert ezzel a busszal vissza kell mennünk, mert ez az utolsó, amivel el tudjuk érni a vonatot, amivel még vissza tudunk Pestre menni. Igen, úgyhogy ez most így sikerült, jöttünk 10 km-t. 10 km-es vonalbejárást, azt azért sikerült abszolválni, tehát már csak 50-80 hátra ebből a vonalból. Hát majd előbb-utóbb, hogyha ilyen ütembe haladunk, akkor még 6-szor visszajövünk el a vonalra, amire bejárjuk. De hát mindegy, hát végül is valamennyit haladtunk, és az jó, meg megnézzük a BZ pótkocsit is. És ott lehet csoportkép is. Hát azt jól lehet, persze, azt majd lehet, hogy bevágom ide a videóba. Majd elküldöm, azt bevétbe. Hát ez majd így egy rövidebb videó lesz, így ezek szerint. Hát most várjuk a buszt, innen fog jönni, azzal elmegyünk egyekig. Volánbusz, sárga mambusz lesz. Hát, ilyesmi, hát egyeké vasútállomásig elmegyünk ezzel a busszal, utána ott átszállunk egy vonatra, aztán azzal füzesebb onnyi gondolom, meg a keletiig egy másikkal, és otthon vagyunk. Akkor ez a videó az ennyi lett volna, ez egy kis rövidebb vonalbejárás volt, mint ahogy terveztük, de végül is 10 km-t azért legyomtunk így is. Akkor az ennyi lett volna, akkor sziasztok! Ja, hát jó, hát az megint más, hogy most ez egy ilyen lassú tempói vonalbejárás volt, de azért haladtunk vele valamennyit, még ha nem is sokat. Úgyhogy ennyi, sziasztok!